Adományokkal segített az LMP két miskolci családon. A ruha adományra nagy szükségük volt a rászorulóknak. Az egyik család háza korábban leégett, a másik családban pedig az édesapa hunyt el a tavalyi tapolcai pinceomláskor. Tavaly nyár végén történt a tragédia Miskolc-Szapolcán. Három férfi vesztette életét, mikor beszakadt egy pince a Szent Benedekhegyi pincesoron. A három 30 év körüli fiatalember felújítási munkálatokat végzett, ekkor történt a baleset. A bővítés alatt álló pince mennyezete rájuk omlott, és több 10 köbméter föld temette maga alá őket. Egyikük 5 gyermekét és feleségét hagyta hátra. A család szerényen él, szükségük van a segítségre. Ugye a gyerekek, hogy 5 gyerek van nekem a ruha. Most sajnos még azóta nem kapok sárvaságit semmit, mert szüneteltetés alatt van a rendőrségi nyomozás véget, és hát ugye nehezen tudom az ilyen dolgokat megvenni. Csak a családi pótlékból élek még mindig. Rajtuk kívül egy másik Jukóban élő családnak is adományokat gyűjtött az LMP, nekik a házuk égett le korábban. Magyarország Zöld Pártja megpróbál mindenkinek segíteni, aki segítségre szorul. Kereteink szűkösek, sajnos ezért pénzügyi egyéb támogatást nem tudunk adni, de támogatásainkat mások adományaiból próbáljuk úgymond továbbítani azok felé, akik rászorulók. A párt továbbra is várja a felajánlásokat, hogy segíteni tudjanak azoknak, akik önerőből nem tudnak boldogulni a mindennapokban.